Sziasztok! Ebben a videoblogban a színes ceruzákkal fogunk foglalkozni. Egészen pontosan a száraz, klasszikus színes ceruzákkal. Nagyon sok kérdés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a boltokban kapható rengeteg termék közül milyen szempontok alapján lehet válogatni, mi lesz az, ami a te számodra, a te céljaidnak leginkább megfelelő. Úgyhogy lássuk most ezeket a ceruzafajtákat. Amit be fogok mutatni, ez a Derwent cégnek a palettája, a termékei. Ez egy angol cég, azért őket választottuk, mert egyrészt mi is ezekkel a ceruzákkal, ezekkel a márkájú ceruzákkal dolgozunk, másrészt nagyon széles a palettájuk, tehát rengeteg fajta színes ceruzájuk van, szinte több, mint az összes többi gyártói, harmadrészt pedig az áruk is még egészen barátságos. Ebben a filmecskében most három fajtát fogok bemutatni, igazából ez egy minisorozat lesz, hogy az összes fajtát meg tudjam nektek mutatni. Úgyhogy kezdjük ezzel a hárommal, amit úgy hívnak, hogy Studio, aztán Derwent Artist elnevezési színes ceruza, illetve a harmadik az pedig a Colorsoft nevű. Ezt láthatjátok egyébként a színes ceruzás videó filmjeinkben. És lássuk, hogy melyik mit tud, elmondom, hogy melyiknek milyen tulajdonságai vannak, illetve meg is nézzük egy papírlapon, hogy hogyan működnek ezek a ceruzák. Lássuk akkor az első ceruzát, ez a Derwent Studio nevű ceruza lesz. Ez egy úgynevezett kemény ceruza, sokkal hegyesebbre hegyezhető, mint egy nagyon puha, tovább megtartja a hegyét, tehát ilyen vonalasabb rajzokra szokták ajánlani. Hát 5 színt készítettem ide, ezekkel fogunk dolgozni, egy kicsit játszani. Nézzük meg, hogy ez az 5 szín önmagában mit csinál. Most az, hogy kemény a ceruza, az azt jelenti, hogy ha nem nyomom rá, akkor nem fog. Ha jobban rányomom, akkor kezd el fogni. Majd a puha ceruzáknál látjuk, hogy sokkal kevésbé kell nyomni. Ez egy ilyen narancsos-piros. Itt most látszik a papírnak a textúrája. Végig ugye az érzés marad meg, hogy ahhoz, hogy fogjon a ceruza, ne csak ilyen halvány nyomot hagyjon, ahhoz rá kell nyomni. Jó, ez egy ilyen sötétebb, bordósabb szín. És akkor nézzük ezt a lilát ide a végére. Ez a magenta, ez egy tiszta lila. És most akkor nézzük meg, hogy mi van, hogyha ezeket egymásra fektetjük, ezeket a rétegeket. Tehát most nem kevésbé nyomom rá, mint az előbb, amikor a színmintákat csináltam. Látszik is az intenzitásban a különbség. Most ha átmentünk a következő színnel, akkor hát két dolgot lehet felfedezni, vagy látni, ugye, hogy keveredik a szín, tehát egy ilyen narancsosabb árnyalat jön ennek a kettőnek a keverékéből. Viszont elég jól lefedi ez a piros a sárgát. És akkor lássuk a következő pirosat. Most egy picit felcserítem a sorrendet, nem ilyen sorrendben alattam, hanem a narancsos piros után ezt a sötétebbet raktam rá. És akkor megnézzük, mit csinál a lila vele. Hát a lila az szépen fed. Az még lila felé tolja. Természetesen, mivel alatta van már 4-5 másik szín, illetve 4, ezért nem lesz tőle ilyen lila, hanem csak lilásítjuk a pirost egy kicsit, de még mindig fog rajta. Tehát azért ezzel a kemény ceruzával is lehet rétegezni, hogyha nagyon rányomom, most csinálok egy kis részen egy ilyen erősen rányomottat, akkor sokkal intenzívebb lesz a szín. De ha erre rámegyek, akkor hogy direkt nem nyomom rá, alig csinál vele valamit. Tehát, hogy nem fog már. Hogyha nagyon rá van nyomva, akkor olyan sikos lesz a felület, és nem fog rá. Most elkezdem izomból rányomni. Most lehet látni, hogy valamennyit fog rajta, de közel sem olyan mértékben, mint az előbb, amikor csak finoman nyomtam rá. Jó? Na, a következő fajta az a Derwent Artist nevű ceruza. Ez már egy fokkal puhább, mint az előző, de még mindig nem extra puha. És van még egy különbség a kettő között,
az az, hogy a stúdióban viszonylag standard színek vannak, 72 színből áll a készlet. Az Artistban ez 120 darabos ez a készlet, és sokkal több kevert szín van benne. Megint megcsináljuk ezt a színmintát először. Az most így érezhető, hogy nem kell annyira rányomni, mint a másik ceruzát ahhoz, hogy fogjon, tehát az előbb ugyanezzel a nyomás erősséggel a stúdió az alig-alig fogott. Nézzük ezt a következő színt, ugye ez egy ilyen lilásabb, bordósabb piros, egy sötétebb piros. Nagyjából ugyanazok a színek, mint az előbb a másik ceruzafajtánál. Akkor csinálok ide egy viszonylag nagyobb felületet először a sárgából. Itt is érezhető azt, hogy a nyomás erősség az teljesen más, nem kell rányomni annyira a ceruzát, hogy fogjon. Most például alig-alig nyomom rá, tehát laposan elfektetve van a ceruza, nem nagyon nyomom rá, de így is fogja a felületet. Jó, és akkor menjünk rá a következő réteggel. Ugye ez a sötét bordó. Most megint rárakom a bordót. Ezzel nagyon szépen lehet játszani. És mivel puha a ceruza, ezért még mindig fog rajta. Nem is nagyon kell rányomnom. Jó, nézzük akkor a lilát. Itt a lila. Most megint visszamegyek az első piroshoz, ugye, ami egy ilyen narancsosba hajló piros inkább. Jó, és akkor most megint rakjunk rá egy kis lilát. És még mindig fog. Tehát azt lehet érezni, egyébként tenni a ceruzánnál, hogy már több rétegnél járok, mint az előbb, és még mindig fog. Jó, és akkor még egy próbát csináljunk, mégpedig azt, hogy most nagyon, nagyon erősen rányomom. Itt már ez a ceruza is elkezd csúszni egy kicsit, hogyha ilyen nagyon erősen rányomom. És még azt lehet látni, hogy egy intenzívebb színt kapunk a ceruzával, hát egy kicsit puhább. És akkor a harmadik fajta az a Colorsoft nevű lesz. Ez a Derwentnek a legpuhább színes ceruzája, vagy szinte a legpuhább színes ceruzája. Úgyhogy ettől várjuk a legintenzívebb színeket ilyenkor egyébként. De most nézzük meg, hogy mit csinál. Az, hogy puha a ceruza, az például abban is jelentkezik, hogy rögtön nagyon intenzíven fog. Alig nyomom rá, de már is itt van ez az erőteljes sárga. Most ide rakom mellé a stúdiót, és ugyanolyan erősen nyomom rá, mint a Colorsoftot. Ugye, hogy ebből lehet látni, hogy a puha meg a kemény ceruza között mi a különbség, hogy lényegesen erőteljesebben fog a puha ceruza. Jó, és akkor a minták, ugye itt egy piros. És akkor nézzük, hogy mit csinál a rétegezésnél. És amit még lehet látni, hogy hát most kamerán keresztül is talán látni, hogy nagyon-nagyon fogy a hegye, nagyon-nagyon kopik a hegye, sokkal gyorsabban kopik. Tehát például, hogyha ilyennel rajzolunk, akkor sokkal gyakrabban kell kihegyezni a ceruzát. Most így rakom föl egymás után a rétegeket, úgy, ahogy az előzőeknél. Jó, és akkor most megnézzük a lilát végezetül. Leginkább az a különbség, így érzésre, hogy nem kell annyira rányomnom a ceruzát, hogy fogjon. Tehát egyre kevésbé nyomom rá, és még mindig látszik. Megint lilásodik ez a felület. És még mindig nem nyomtam rá, fele annyira se nyomtam rá, mint a stúdiót az elején. Na, és akkor most rámegyek megint ezzel a bordós színnel. És még mindig fog. Tehát a puha ceruzának ez a nagy előnye, hogy nagyon sokáig lehet vele rétegezni. Na és akkor az utolsó játékunk, vagy próbánk az, hogy nagyon-nagyon rányomom.
És itt van megint egy kis különbség a kettő között, hogy ha a puha ceruzát nagyon rányomod, akkor nagyon erősen el tudja fedni az alatta levő rétegeket, tehát a színkeveredés az ilyenkor kevésbé játszik szerepet, mert ez a bordó szín ez elterül itt. Hát ha most megnézzük, összehasonlítjuk a három színmintát, akkor azt azért lehet látni, hogy ahogy haladunk a puhaságban előrefelé, a színek intenzívebbek lesznek, illetve az előbbi gyakorlatban lehetett látni, vagy érezni inkább, hogy a puha ceruzával több réteget lehet felrakni. A ceruzák próbálgatása után most mutatok néhány rajzot, amik ezekkel a ceruzákkal készültek. Ebben a részben megnéztük a három alapvető fajtát a színes ceruzák közül. A következő részben a puha ceruzákkal fogunk foglalkozni. Ugye a Derwent kínálatában van még két másik puha ceruza, a Procolor és a Lightfast nevű. Megnézzük, hogy ezek mire valók. Addig is jó rajzolást!